Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek. S ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam.
sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerotladik, mint a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Téged, ó, úr.
Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat a Speranza Reménység Televízió kereszt útadásában. Mai alkalommal szeretettel hívom meg Önöket egy egészségügyi beszélgetésre, egy egészségügyi lelki beszélgetésre, amelyben megpróbáljuk azt megérteni, hogy miért is olyan nehéz sokszor az élet talán számunkra, talán mások számára, és hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz akkor, amikor egy mélyponton van az életünk. A szorongás, a depresszió és az ezzel kapcsolatos betegségek nagyon sok ember életét megszomorították már eddig a múltban, és a jelenben talán mi magunk, vagy az ismeretségi körünkben vannak olyan személyek, akik ezzel a betegséggel küzdünk, vagy küzdenek. Mit is tegyünk egy ilyen élethelyzetben? Hová forduljunk tanácsért? De mit tudunk mi elmondani itt a televízió képernyőjén keresztül? A következő néhány adásban szeretnénk a depresszióról, a szorongásról beszélgetni, illetve ilyen beszélgetéseket közzétenni az Önök számára. Hát, ha tanulhatunk valamit ezekből, hát, ha segíteni tudunk egymásnak ezzel a beszélgetéssel. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégemet, Harsán Ottó Norbert lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a tévé nézőit és a rádió hallgatóit. A mai beszélgetésünknek a címe Győzelem a depresszió és a szorongás felett. Egy néhány szóban, ha meg tudnád fogalmazni, hogy mit is jelent a depresszió, a szorongás, esetleg mi a kettő között a különbség, a hasonlóság? A depresszió mély lelki nyomást jelent. Gyakorlatilag egy betegség, mivel az agynak a kémiai egyensúlya is felbomlik, és a különbség... Gyakorlatilag ők együtt mennek, de a különbséget talán abban találhatjuk meg, hogy a depresszió a negatív gondolatoknak a halmaza. Miért érdekel egy lelkipásztort a depresszió betegsége, a szorongás betegsége? Igaz, lelki vonalon foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, de te többet szeretnél elmondani ebben a kérdéskörben, hogyan lehetséges ez? Egy lelkész segíthet a depresszió megelőzésében, és mikor felajánlták ezt a lehetőséget, hogy egy továbbképzésen vegyek részt, örömmel fogadtam, mivel a depresszió a legszeretettebb személyeket támadta meg a családomból. Úgyhogy én nagyon haragszom erre a betegségre, és van egy ilyen személyes belső motivációm arra, hogy keressem a megoldást, mivel ez egy olyan betegség, mint a rákbetegség talán, ott vagy, végignézed, hogy szenved a szeretett személy, és gyakorlatilag talástalanul állsz, nem tudod, hogy mi tudsz tenni, igazából nem sok van, amit lehet tenni, nehéz megérteni ezeket a személyeket, és ez a program, ez a lehetőség, a Dr. Nedley által bemutatott program gyakorlatilag megnyitotta a szemeimet, hogy tudjam megérteni valamilyen szinten ezt a betegséget, és tudjam azt, hogy milyen megoldások vannak rá, mivel tanácsoljam ezeket a személyeket, úgyhogy remélem, hogy más személyeknek is segítségül lesz ez az előadás sorozat. Véleményed szerint ez a beszélgetés kiknek fog inkább segíteni? Akik ebben a betegségben szenvednek, vagy félúton vannak a betegség irányába, vagy azok számára, akik el kell hordozzák azt a személyt, aki vagy akik ebben szenvednek? A jó hír az, hogy mindkét kategóriának. Tehát, hogyha valakinek van egy belső motivációja, hogy tényleg meg akar gyógyulni, és harcol, olyan eszközöket mutat be ez a program, ami segít rajta. Másfelől pedig a hozzátartozóknak, ugye ők érintettek, és úgy, ahogy sokszor a televízióban végignézzük, hogy az oroszlán hogy tekeri ki a nyuszi fejét, és nem tudunk segíteni rajta, valahogy szemtanúi vagyunk, és együtt szenvedünk velük. Úgyhogy ez a program ezeknek a személyeknek is segít, hogy tudják megérteni, tudják azt, hogy van kiút belőle, és ez egy bizonyos biztonságot, megnyugvást ad a hozzátartozóknak is. Most már a te számodra a személyes tapasztalatodban segített neked is, tanulmányozva a depresszió, szorongás betegségét abban, hogy jobban megértsd ezt a helyzetet és azokat az embereket, esetleg családtagokat, akik ebben szenvednek? Természetesen.
Nagyon sokat segít az, hogy megértettem a működését, megértettem a tüneteit. Egy olyan betegség, ami a lelkünkhöz kapcsolódik, és a lélek sok ember számában egy rejtély. Az agyunknak nincs egy ablak, ahol tudjuk megfigyelni, és így tovább. Éppen ezért elég nehéz eligazodni egyszerű emberként, vagy akár lelkészként is ebben a betegségben. Mennyiben segített számodra és számotokra, itt a többes számot használva gondolok azokra a személyekre, vagy arra a személyre, akire utaltál a bevezetőben, vagy lelkipásztori tevékenységed alatt, amikor találkozol depresszió betegségben szenvedő személyekkel, mennyiben segített ez az információ tömeg abban, hogy tudj segíteni rajtuk, tehát ne csak, hogy megértsd, ne csak, hogy elfogadd őket, hanem tudj segíteni nekik bizonyos értelemben, vagy bizonyos százalékban. Sok esetben a legnagyobb segítség, és főleg amikor erről a betegségről beszélünk, a tanács, mert más szemszögből nem igazán tudunk segíteni. De tanácsadás által, hogy a megfelelő tanácsot adjuk, anélkül, hogy ez a tanács talán rosszul hasson, vagy rossz irányba terelje a bizonyos szemét, ebben nagyon-nagyon sokat segít. Úgyhogy a lelkészi pályám során is feltettem a kérdést, hogy mint lelkész én gyakorlatilag mivel foglalkozom. Az egyik következtetés, amire jutottam, az, hogy az emberek lelkével és a lélek gondozásban segít gyakorlatilag ismerni ezeket az információkat. Következzen akkor egy énekszám, hogy ebből a negatív jellegű beszélgetésből, hát ami a témát illeti, nem a hangulatot, egy kicsit pozitív hangulatot hozzon a mi számunkra. Hallgassunk meg egy énekszámot, és aztán utána vágjunk bele. Kedves nézőink, következzen egy énekszám, kérem fogadják sok szeretettel, és várom önöket a továbbiakban is, hogy megvizsgáljuk, mit is jelent a győzelem, a depresszió és a szorongás felett. Thank you.
Köszönöm, hogy még mindig velünk tartanak. Harsán Otto Norbert lelkipásztorral beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a depresszió, a szorongás betegsége, illetve hogyan lehet győzni e felett. Akkor, amikor erről a betegségről beszélünk, akkor az értelem működését kell leghamarabb megvizsgálni. Tudom ezt abból az előzetes beszélgetésből, illetve forrásanyagból, amelyet megosztottál velem. Itt jó sok mindent el tudnál mondani. Hát ebből egy néhány gondolatot kérlek, osszál meg a kedves nézőkkel. Gyakorlatilag a mi lelkünk az agyunk működésének az eredménye, és az agy egy roppant bonyolult szerv. Több mint 100 billió idegsejtből áll össze, plusz a glia segédsejtek. Természetesen egy élet sem elég ahhoz, hogy mi ezeket megszámoljuk. Azonban mi fontos az, hogy ha például a májat, vesét vizsgáljuk, csupán 24 típusú sejtet különböztetünk meg, míg amikor az agyról van szó, itt már több ezer kategóriába helyezik a szakemberek az agysejteket, és ezek nem hasonlítanak egymáshoz. Úgyhogy ennyire bonyolult idegszervet vizsgálunk ebben a programban. Amit tudni kell még az, hogy egy idegsejt olyan, mint egy kilevelezett passzújszem, a sejt magtól a levelecskék fele halad az információ impulzusok formájában, és itt alakul egyfajta anyag, amit az agy kibocsát a 10 000 fajta anyagból, amit képes előállítani. Azért, hogy legyen egy összehasonlítási szempontunk, az Amerikai Egyesült Államokban létezik a legnagyobb kémiagyár, ami több hektáron van épült fel, és csupán 300 fajta kémiai anyagot képes előállítani. Úgyhogy összehasonlítási szempontból, ami agyunk sokkal bonyolultabb, mint egy kémiai anyagokat előállító gyár. Az anyagok, amiket ezek a sejtvégződések kibocsátanak, aktiválnak egy másik idegsejtet, és így másodperc töredéke alatt halad az információ. Ez gyakorlatilag akkor tapasztaljuk, amikor megbotlunk. Abban a pillanatban az agy képes kiszámolni, hogy melyik izmokat mennyire húzza össze másodpercek töredéke alatt hihetetlenül gyorsan. Úgyhogy ennyire csodálatosan teremtett meg minket a Jóisten, és ezeket az agysejtek közötti kapcsolatokat szinapszisoknak nevezzük. Ez azért fontos, mert minden pszichiáter gyógyszereken keresztül itt szeretne beavatkozni, ezeket a kapcsolatokat szeretne valamilyen szinten manipulálni, és míg egy ilyen agysejt képes több mint 100 000 kapcsolatot kialakítani más agysejtekkel, vannak az úgynevezett purkinje agysejtek, amik megduplázódnak, körülbelül 200 000 kapcsolatot képesek alakítani más agysejtekkel. Azonban a mi agyunkról azt szokták mondani, hogy nem működik a teljes kapacitásán, csupán 10%-át satszolják meg. Ez azt jelenti, hogy a mi agyunk legalább 10-szer annyi kapcsolatot lenne képes alakítani tehát az agysejtek egymás között, mint amennyit tesznek gyakorlatilag. A tudás tanulás által ez fejleszthető természetesen. Azonban mindez a csoda egy csupán 1 kg és 300 g szervben történik meg. Hát nem csodálkozhatunk, hogy egy ilyen bonyolult szerv, ami bonyolultabb, mint az űrhajó, meghibásodhat. Ami a gyorsaságát illeti, a parancsoknak, amelyet ad az értelem a testnek, hát tehát tényleg valójában csodálatos az, ahogyan a Jóisten ellátta a szervezet működését az értelem vezetése által. Miért fontos erről beszélni itt ebben a gondolatkörben, az agynak az ilyenszerű működéséről, akkor, amikor a depresszióról beszélünk? Azért, mert nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkozik az illető személy,
mivel a gondolatai, egy személynek a gondolatai hatnak az agyban létező kémiai egyensúlyra. Gyakorlatilag a szakemberek, mikor depressziót diagnosztizálnak, beszélnek arról, hogy az agynak a kémiai egyensúlya felbomlik ilyenkor. Tehát kölcsönhatás van a mi lelkünk, testünk között, és az az agyban a villamos áram és az anyagok között látszik a legjobban. Most, mint lelkipásztorok, de mint hívő emberek, mi renget következtetni, vagy hogyan kell gondolkozzunk, megismerve azt, hogy hogyan működik a mi értelmünk, a mi szervezetünk, az agynak ennek a gyors reagálására, illetve mindennek a komplex összetételére, ez milyen irányba tereli a mi gondolatainkat, esetleg a teremtővel kapcsolatosan, vagy azokra a kérdésekre gondolva, amelyeket nem tudunk megválaszolni, mert nagyon sok olyan kérdéskör van, amire még a tudomány se tud választ adni, és akkor ez az a pont, amikor könnyen egyesek ki tudnak siklani abból a mederből, ami a helyes elképzelés a Jóisten létezéséről. Igen, mi a legegyszerűbb életformákat sem tudjuk megmagyarázni gyakorlatilag. A zsoltáríró mindenre azt mondja a 139. zsoltárban, amely zsoltár rávetíti gyakorlatilag az ő életére az Isten meglátását. Tehát ott voltál, amikor ott vagy, amikor felkelek, amikor lefekszem, stb. És a következőket állapítja meg a 139. zsoltár 14. fejezetében, azt mondja, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Van-e valamilyen különbség abban, hogy a betegség kit próbál meg, esetleg férfiakat, vagy nőket, gyerekeket, vagy idős személyeket? Van-e ilyen szempontból különbség, és gondolok itt az értelem az agy működésére? Gyakorlatilag mindenki ki van téve ennek a betegségnek. Régebb is lehetett hallani arról, hogy akár 13 éves gyerek öngyilkosságot követett el. Tehát ez egy olyan betegség, ami bármikor bárkit elérhet, hogyha nem tud megfelelően védekezni ellene. Ez a program segít a betegség megelőzésében is, és ezért annyira fontos, hogy beszéljünk róla. Ugye, ahogy elmondtuk, csodálatos az elmének a működése, mégis pontosan ebben az elmében lépnek fel olyan problémák, amelyeket elmebetegségeknek nevezünk, és ezekből, hogyha felsorolnál egy néhányat, nyilván a depresszió vonalán, ami a beszélgetésünk témaköre. A depresszió és a szorongás, ezek a legelterjedtebb elmebetegségek, de ezen kívül létezik a trauma, mánia, fóbiák, pszichózisnak a különféle formái, demencia és más elmebetegségek. Mondhatnánk, hogy a depresszió betegsége valamelyest egy modern betegség, lehet, hogy ezelőtt 150 évvel, vagy több mint valószínű nem ismerték ezt a kifejezést. Miért van az, hogy a múltban, a régmúltban nem találkozunk, vagy mióta lehet találkozni a depresszió betegségével, és manapság pedig minden ember ismeri ezt a betegséget, ha nem is tapasztalatilag, de mint információ? A tudomány az fejlődik. Első alkalommal 1915-ben határozták meg ezt a betegséget, mint a középkor betegsége, mivel akkor olyan 30-40 év körül jelentkezett ez a betegség. Azonban azóta már 25 év alatt is vannak depresszió betegek, és újabban már társadalmi depresszióról beszélünk, úgyhogy azért annyira elterjedt, azért annyira népszerű idézőjelbe téve ez a betegség és ez a fogalom. Társadalmi depresszióról egyfelől azért beszélünk, mert egyre több ember betegedik meg ettől a betegségtől. Másfelől pedig az egész társadalomban van egyfajta hanyatlás, és egyre inkább
ki van téve a társadalom minden egyes egyéne ennek a betegségnek, úgyhogy főleg ebben az időszakban, amikor járvány időszakot élünk meg, a lelki nyomás egyre nagyobb, a problémákat nehezebb megoldani, ott van a félelem a haláltól, és így tovább, amelyek inkább kiteszik az embert ennek a betegségnek. Ez egy, lehet egy meglepő kérdés, talán sokkal komplexebb a válasz arra, amit mi meg tudnánk adni. Mi lenne a különbség az egyéni életében csupán a depresszió betegsége és a tömeges vagy a társadalmi depresszió között? Tehát mi a különbség a között, amikor egy ember éli meg ezt a betegséget, vagy egy egész közösség nevezzük, ha nem is az egész társadalom, de egy része a társadalomnak egy falu közösség, vagy a falu közösségből egy bizonyos része a közösségnek. A szomorú az, hogy ezt a betegséget nem igazán lehet egyénileg megélni csupán, ha elszigetelődünk teljesen. Mert a betegség arra vezeti az embert, hogy felbombázza a kapcsolatokat, és így az egész környezete szenved. Ugye senki sem boldog akkor, amikor tudja, hogy a szomszédja szenved, és nem tud segíteni rajta, és nem tud kapcsolatot fenntartani, egy egészséges kapcsolatot vele. A faluba általában beszélik az emberek, hogy mi történik az illetővel, és így tovább. Tehát hatással vagyunk a társadalomra. Statisztikákból tudunk valamilyen megjegyzést, információt a depresszió betegségéről, vagy annak haladásával kapcsolatosan? Több statisztika létezik, és a statisztikák általában azt mutatják, hogy folyton növekszik ez a betegség, vagyis a megbetegedések száma, és egyre több ember van kitéve az élet körülményei miatt ennek a betegségnek. Térjünk vissza akkor arra a gondolatra, hogy kiket is érhet a depresszió betegsége, kik vannak jobban kitéve erre a betegségre? Akkor, amikor egy személy, talán egy fiatal lány pszichológiai könyvet olvas, a tüneteket úgy éli meg, mintha ő már beteg lenne. Ezért nagyon fontos, hogy meghatározzuk pontosan ezeket a tüneteket. Mindig felmerül a kérdés az, hogy vajon én vagyok? Van egy másik ember kategória, aki legalább tud egy személyt, aki depresszióbeteg. Vannak olyanok is, akik depresszióbeteggé tesznek másokat. Úgyhogy lassan mindenki érintett ettől a betegségtől és ennek a betegségnek a hírétől. Milyen formáit ismerjük a depressziónak? Ezt a betegséget életünk során bármikor elkaphatjuk, és több formája van, hármat különböztetünk meg. Az egyik, az enyhébb formája, ez az élethelyzeti depresszió. Mindnyájunknak vannak nehéz pillanatai az életben. Nagyon fontos az, hogy hogyan, de még fontosabb az, hogy mennyi idő alatt tesszük át magunkat. Például egy gyász, vagy elvesztése valaminek, traumák, és így tovább. Ezen kívül létezik a mély depresszió, ami gyakorlatilag meghatározza ennek a személynek az életét, különösen az ébren megélt idő nagy részét. Ezen kívül a harmadik az a bipoláris depresszió, amikor az ember végletekbe esik, itt van a polaritás gondolata, hol túl boldog, hol nagyon szomorú, úgyhogy nem lehet lelket verni bele, megvigasztalhatatlanul. Úgy érzem, hogy az első, a könnyű depresszió, az minden ember megtapasztalta azt, hogy mit is jelent egy ilyen hullámvölgye az életben. Lehet, hogy tudományosan ezt depressziónak nevezik, de az is lehet, hogy ebből sokan nagyon könnyen kilábalnak, és nem feltétlenül muszáj ezt a depressziót úgy megélni, hogy súlyosbá váljon, hanem talán a család jelenlétével, barátok segítségével, a Jóisten segítségével ebből ki lehet lépni. A továbbiakban szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy lehet-e csökkenteni a depressziónak a megerősödését, vagy a betegségnek a kiterjedését az ember életére nézve, azok, akik találkoznak ezzel a betegséggel,
elkerülhetik-e, vagy ha nem tudják elkerülni, akkor milyen módon tudnak kilépni minél hamarabb ebből a betegségből? Az előadásunknak a címe az, hogy győzelem a depresszió és szorongás felett. És ez azt sejteti, hogy igen, lehetséges. Ez a jó hír, és ebben a programban Dr. Nedlin nagyon szakszerűen, ügyesen rávilágítja a New Start program, ugye a 8 alapelv egy egészségesebb életmódhoz. Ezeket az alapelveket rávetíti erre a betegségre, és ezeket az elveket használja fel azért, hogy megelőzze, segítsen a megelőzésben, ugyanakkor a gyógyulásban is. A New Startnak az utolsó pontja az különlegesen fontos a megelőzés szempontjából. Az utolsó pontja az Istenbe vetett bizalom. Ha egy ember úgy hisz, ahogy kell, ez megőrzi az ő lelki egészségét. A többi hét az a fizikai egészséggel foglalkozik inkább, de a lelki egészséggel ez az utolsó, az Istenbe vetett bizalom. Van remény azok számára is, akik nem tudnak úgy hinni, ahogy az egészséges, ahogy az megfelelő lenne? Nagyon fontos a hit a depresszió megelőzésére és gyógyítására. Mert a hit segít nekünk áttenni magunkat a nehézségeken. A hit az a pillanat, amikor belekapaszkodunk a jó Istenbe, mikor a föld a lábunk alól kicsúszik. És ilyen szempontból nem tudok ajánlani semmi jobbat, mint az Istenbe vetett hit, amely egyfelől megelőzi, másfelől pedig orvosolja a depressziós hajlamokat. Meg fogjuk látni azt, hogy hogyan befolyásolja a hit a homloklebeny működését, és gondolom, hogy akkor jobban megvilágosodik az, amiről eddig beszéltem. Milyen pozitív gondolatokkal tudnánk zárni a mai beszélgetést a győzelem, a depresszió és a szorongás témakörében? Egy alkalommal egy 100 éves hölgy eljött a Dr. Nedli előadásaira azért, hogy 100 évesen tanulja meg azt, hogy hogyan győzze le jobban a nehézségeket az életében. A teremben volt egy újságíró, és megtudta, hogy a néni éppen aznap töltötte be a 100 évét, éppen ezért szerette volna meginterjúvolni. Az első kérdése az volt, hogy mi a sikeres élet titka? És a néni erre azt válaszolta, hogy ne gyakorolj rám lelki nyomást. Szükség van arra, hogy megőrizzük a szívünket, szükség van arra, hogy könnyebben áttegyük magunkat a nehézségeken, és erre ez a program eszközöket ajánl fel. A jó hír az, hogy a depresszió legyőzhető, és az egyik legcsodálatosabb gondolat, ami megjelenik az Értelem, Jellem és Egyéniség című könyvben, az, hogy elmivel dolgozni a legcsodálatosabb foglalkozás, amivel Isten valaha is embereket bízott meg. Ezt tesszük mi akkor, amikor igyekszünk orvosolni az elszomorodott lelkű embereket, a depresszióban szenvedő embereket, vagy a reményvesztett embereket. Köszönöm a gondolatokat, amelyeket megosztottál. Ha Jóisten segítsen meg bennünket, mindannyiunkat és a kedves televízió nézőket, hogy a következő beszélgetésben is együtt legyünk, és meg tudjunk többet érteni, hiszen ez csak egy bevezető beszélgetés volt a depresszió betegségével kapcsolatosan. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy komoly gond és problémakör ez minden ember életére nézve. Úgyhogy hallhattuk a beszélgetésből gyengébb mértékben talán mindenki megtapasztalta, hogy mit jelent a depresszió és a szorongás, de mi tévők legyünk akkor, amikor ez a betegség valójában erőt vesz valakin, vagy talán mi magunkon. Várom önöket egy következő beszélgetésre egy hét múlva, amikor tovább folytatjuk ezt a témakört, és remélem, hogy többet megtudhatnak tőlünk ebből a beszélgetésből. Várom önöket a viszontlátásra! Oh!
Aki szomjazik, jöjjön. A vacsora befejeződött. Apa még nem jött haza a nappali műszakból. Anna az asztalnál ült anyja mellett, aki lefekvés előtt még egy fejezetet akart olvasni gyermekének a Bibliából. Fellapozta a mennyei jelenések könyvéből az utolsó fejezetet, s mi alatt olvasott, Anna érdeklődése egyre nőtt. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségünk szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Anna szótlanul hallgatta ennek a csodálatos városnak a leírását. Íme, eljövök hamar, olvasott tovább az anya, és Anna ösztönösen felfelé figyelt, azt várva, hogy az ég hirtelen megnyílik, és az Úr Jézus mindjárt visszajön. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek, a gyilkosok, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Anna figyelmét teljesen lekötötték ezek a szavak. Aztán hirtelen arca elé kapta a kezét, könnyekben tört ki, és azt mondta: ó, anyám, akkor nekem kint kell maradnom. Az anya abba hagyta az olvasást, és gyermekét magához ölelte. Anna aggódva kérdezte: egyetlen bűn, a legkisebb is kizár a mennyből? Igen, gyermekem, magyarázta az anya. Semmi tisztátalan nem megy be ebbe a szép városba, és minden bűn, annak legkisebb foltja is örökre kizár a mennyből. Így mondja Isten igéje. Anna zokogott. Anya, akkor sohasem kerülök be a mennybe, mert jól tudom, hogy már hazudtam, és sok helytelen dolgot tettem. Mit csináljak? Nem bocsát meg nekem az Úr Jézus, ha kérem őt? Az édesanyja beszélt kislányának a megváltó szeretetéről, hogy a mennyből lejött a földre, szenvedett, és meghalt a keresztfán. Ő az igaz, értünk, akik nem vagyunk igazak. Aztán lassan, érthetően olvasta ezeket a szavakat. Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Anna arca kipirult. Egyik szót a másik után fogadta szívébe, és gondolkodott rajta. Ez az ígéret benne van Isten igéjében? Maga a nagy, megváltó Isten mondja? Egy pillanatig sem gondolkodott tovább. Elhitte Isten szavát. Most már biztosan tudta, hogy a megváltó kegyelméért neki is joga van bemenni ebbe a csodálatos városba. Az Úr Jézus a gyermekekért is odaadta a drága életét. Miután megvallotta minden bűnét megváltójának, békét és boldogságot talált. Eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás 44:22.